hát addig átadom a szót, meg az autodirektornak. Rendben. Hát úgy tűnik, hogy akkor a késkör kezdődik. De a késkört nehéz lekommentálni. Ezt már külföldi kommenter társak is mondták csomószor. Egyszerűbb nézni, vagy lereppelni. Lereppelni meg nem tudok. Szuper. Na, de mi csak felálltak egymásra szemben a mieink, meg a belgák. Igen, mint a villám. Hát megy a helyezkedés, ugye minél magasabb pozícióban indítani. Tomának gyönyörű kése van, egyébként. Igen, én Screamet nézem, neki is nagyon 3v4, így van. Ó, hát ez námunkra nem túl hát kedvező. Hát már csak Chris maradt, Chris az ugrál, mint aki a bolha. Meg is van szúrva. Igen, és meg is szúrják. Igen, tehát nem bízzák a véletlenre, mennek érte. Hát ez ennyi volt. Így van, valószínűleg CT-be fog kezdeni a belga csapat. Igen, igen, mivel úgy tartja a hiedelem, hogy ez egy CT map. Hát én sem tudom, tudod. Igen, ez a gond, hogy én sem tudom, mert annyiszor volt már T-dominancia párszor mixeken, meg csapat részről is, tehát nem tudom. Nem lehet eldönteni. Na, de viszont akkor első kört nézzük, hogy hogyan fog operálni a magyar válogatott, mivel készültek. Én ha jó emlékeim nem csalnak, akkor szerintem ez egy közepes kör lesz, de egyébként nem. Igen, igen, és már megy is a közepes kör, miközben megy egy terelés. Ó, Scream elkezdte a kört, bemutatkozott. Hát, igen, az Oldi HS Scream, Mr. Aim. Nem rossz volt. Nagyon nem volt rossz, és közben utána dobálnak föl, mi is pedig betolja T-rámpát. Arámpát, bocsánat. És fel is mentek átkötőből. Ez nagyon jó kör, de már csak 3v5. Viszont Flash... És Mage ki is esett. Flash egy kicsit szépít. Elscream hatalmaskat húz, de Flash le tudja lőni. Fist marad egyedül 1v3. Aki pedig átkötőben van, és tud valamit ott csinálni. Az átkötőssel nem nagyon, mert hátba lövik. Hát... Talán... De ez nagyon nem... Ez sajnos nem, ezzel a szituáció nem tudott mit kezdeni, szerintem Twist, ez már túlságosan be volt oda szorulva. Minden oldalról, ahogy néztük, lefogták, úgyhogy nem volt menekülési esélye se. Az elképzelés az mindenképpen jó volt, tehát az most is megállta volna a helyét, ugyanúgy, mint ahogy a román válogatott elleni meccsen, tehát én szerintem az egy... Nem volt egy rossz elképzelés, miközben megy a ház, Rás, illetve a patkány, de nem Rás, bocsánat, megálltak. Igen, és a gránátokat azért eldobták a belgák, úgy látom, de ők se tudják pontosan, hogy hol vannak a miénk. Hopp, már észre is vették őket. Parisznak van valami elképzelése lassan. Igen. És vajon tud esetleg valamit csinálni? Mage kilövi füsten. Nagyon szép volt ez a Scream kilövi zent. Hárman fognak kimenni házból. És közben Twist esett a háznál. És nézzük Screamet, aki nézi, hogy plantolnak, Scream lő egyet. Screamnak nem sikerül lelőni 2v2. Már csak 1v2. Mage maradt egyedül egy P250-nel, és a bomba nincs lent. De most már telepíti is a bombát, ami nekünk jó. Ketten zárnak rövidről, nézzük Mage, hogy nem tudja, hogy ketten zárnak. De nagyon jó volt, lent volt a... Igen, lent a bomba, következő körben szerintem már veszik is a srácok, hogyha... Ha úgy állnak, hát de szerintem úgy is fognak állni. Persze, így is van. Igen, a pénz megvan, és igen, megy a vásárlás. Be is vásároltak valóban. Na, ez szép lesz, mert úgy látom, hogy azért Metal és Shed ragaszkodik a Bizonhoz és a P90-hez, miközben a többiek bevásároltak azért az M4-ekből. A belga oldalon. Scream esetleg valamit újra pirít középen nem. Lássuk csak. Metal pedig P90-nel átkötőben elővi sikeresen zent. Kicsit most zónáznak a srácok egyébként, nem bízzák a véletlenül, de viszont igen. Nej, bejön Rampan. Sikerül lelőnie a... az nem is tudom, hogy ki volt hirtelen, Toinu vagy... Hát kell mondani, fogalmam sincs. Toinu, ja. Legyen Toinu, jó? Jó, Toinu. Fura egy nevű srác. Legyen Dezső, nem tudom te. Dezső? Akkor már Béla. Jó, Béla. Gyorsabb kimondani. Oké, rendben. De viszont nem igazán tudom, hogy merre indulnak, de úgy tűnik, hogy röviden. Röviden indulnak a mieink, igen, és közben úgy látom, hogy B-házból. Ez nagyon jó belépő volt, Flash-től, sárat lőtt el. És a CT-k most kezdenek még csak átzárni, már is konyhában van nekünk egy... Screamünk. Ja, nem, mert
és igen, sikerül screennek lőni kettőt, és a harmadik esetleg planton, aki még nem jött most ez össze, de összejött. Ó, screen. Ez már 3-0, és egy újabb ekkora vagyunk kénytelenek. Ez nem jó, ez nagyon ez nem jó. Ez probléma, ez kicsit mérlegelni kell gyorsan, srácok, össze kell kapni magunkat. Scream itt nagyon húzó ember lesz. Igen, Scream az 7-2-ben, ugye? Eléggé elő van. És most esik le csak nekem, hogy existence nincs is most a felállásban jelenleg. Igen, nem is mertem mondani, hogy semmit se, úgyhogy... Hogy esetleg nehogy véletlen facepalm legyen, hogy őt hívom. Tehát érted. Igen, igen, értem, értem. Hopp, lebuktak a srácok rámpán, úgy látom. És már indul is befele az A. De A-ház is lebukik, és Mage-et kiszedték sajnos. Hogy rámpáról jött fölfele. Igen, túl jó ekkónak nem nevezhetjük, csak egy ember esett ki. Úgyhogy ez számunkra nagyon nagy probléma. De viszont bevásároltunk minden, ami jó. Kézben van. Igen, 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 és még pénz is maradt. Screennek imádom a karambitját, egyszerűen kész. Nem teltek el vele. Drága egy karambit, ahogy az, az bizonyára, az biztos. Úgy látom, megint A lesz a kör. Zen próbálkozik igen. Házból, miközben lent a srácok. Ú, ez nagyon szép volt. Ó, nagyon szép, és ráadásul Screamet, ez az, a húzó ember. Igen, és be is fogunk menni rámpán, ha minden igaz, és úgy is van esetleg. Ben vagyunk, így van már nagyon szép, van oda. Még a kón, illetve konyha, vagy átkötőből jön egy ember sád, illetve van még moziba. Ez nagyon jó kör, ez meg is lehet, így meg már pláne. Igen, igen. Széthegeltük. Ez jó, jók a poziaink is. Uff, oda milyen fejes kapott dobozon keresztül, láttad? Igen, 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 igen. És be is jut, ahol lelövi Fodát, de még mindig azt mondom, hogy ez a kör jó, és így is van. Így is van már 4-1, végre szépítettünk. Miközben tudomásomra jutott, hogy ez a karambit 300, azaz 300 euróba kerül. Hát szuper. Jó, de hát ez is csak ilyen, hogy megvan egy embernek, fölrakta, és még senki nem vette meg. Tehát... Jó, persze, de hát ez ugyanolyan, mint hogy értelmesebb eszmei értéke azt mondani, van. Szerintem, hogy 60 euró körülbelül, és akkor 60 euróért már talán valaki megveszi, talán. Ezt én nem tudom. Most viszont B-házban mozog a bomba. Igen, 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 miközben Köszönöm. Megy egy terelés, úgy látom, Zentől. Nejtől, ha jól látom egyébként, nem ez a patkányba, így van, és Nej pedig rámpán mocorog. Aha, igen, igen, igen. Nej próbál majd nyitni itt rámpán. Nem tudom, Zen már elég közel van átkötőhöz, és hogyha minden igaz, Screamt, mert nem Screamt megtalálta őt. Zen megtalálta a Faris megy föl házba, az pedig eléggé nagy probléma, de nincs meg neki a harmadik, ez azért szerencse, de sajnos Mage az... Hát elfogyott HP-ból is, meg látom, hogy mindenből. Hát ez nem sikerült ez a kör. Túl lassúak voltak szerintem a srácok. Lehet, hogy gyors köröket kéne kipróbálni. Nem nagyon vették be igazából szerint. Én az a vélemény, nem nagyon hitték el a terelést. És vissza is zárt Faris nagyon gyorsan házba. De nem is igazán láttam terelést, tehát direkt Nejt néztem. És hát Nej az úgy megvárta, míg Zen úgy kiesik, és utána pedig csak így benézett, lelőtte, betált, és meg is halt. Igen, most igen. És mit ott van Faris, lehet, hogy most ezután megint sztárt csinálnak belőle? Hát egyet sikerült lőni. Na, és... Már kettőt is lőtt. Hármat, és vissza... Hármat. Az autodirektor visszakapcsolt a harmadik felre. Tehát köszönöm szépen. Hát... Kár, hogy lemaradtatok róla. Faris nagyon szépeket lőtt. Igen. De mondjuk ez nem volt nehéz, gondolom Echo ellen. Így van, már 6-1, ugye? Hát egy... Illetve meg őt követi Faris és Tuinu, Metal és Shard, 12-7-5-5-4. Nálunk pedig Mage a húzó ember, aki 7-7-ben van jelenleg. Nem érdemes még feladni, még ebből akármi lehet, viszont Zen és megy a zónázás, metal. Igen. Hogy a zóna körben jól mondod. Hát ez... nem tudom, ebből mit hoznak így most a srácok. Nagyon passzívak a CT-k, úgy látom, és így értelmetlen a zónázás, inkább össze kéne terelődni, úgy látom. Igen, és már terelődnek is, szépen afele mozognak. Így van, az áskörözetig ugye bejött. Igen, igen. Közepet már nagyjából el is foglalták a srácok.
szépen rátartanak átkötőre, várják a bombát, hogy odaérjen térámpára, és indul szerintem az alkör. Ó, egy kis valamit, mint ha kimaradtam volna, mert már nekem 1v3 van. Hoppá, Foda, szedett ki kettőt? Lehetséges, de úgy látom, hogy Foda kiszedik. Foda szedi ki, ezzel már 7-1. Hűha! Ez nem túl jó, 7-1. Nem, ez egyáltalán nem. Elég rosszul áll a széna. 7-1 sajnos. Nem túl magabiztos játékot mutatunk nem. Jelenleg, sajnos. De azért valljuk be, egy komoly ellenfél ez a belga csapat. Én inkább azt mondanám Scream, a komoly ellenfél. Hát jelenleg igen, mindenféle problémákat, de megyen az megy A. Megy az Echo kör. Ó, Metal 3, Tuinu 1 és Metal pedig Tuinu derekán Gellert kapva. Nem is tudom ki volt igen, a zenbe végződött. A gerincén keresztül. Így van. Abban lévő acélapon meg elgörgítette a teret. Na de mindegy is. Pontosan. Na, közben bomba, az megint és egy vére van dobva. És Scream középen, így van, figyelj, így kicsit van. Agresszívkodik. Az autodirektor nekem most zenet mutatta sajnos. Igen, de... Igen, jól visszaszorította őket, tehát azért eléggé map control tartott középtájon. Igen, azt látom is. És ki is szedi flash-t, de ez nagyon durva. Flash szegényesek. Hát, maradtunk még ketten B-háznál, ugye? Jól láttam. És Twist már megy középre, Screamet kicsit megdobálja, és ez sikerült is neki, 11 HP Scream. De sajnálatos módon a többieknek 100 HP-juk van. Miközben match stopped by admin, ez kíváncsi vagyok, hogy most mi történhetett. Mage kiszedte Screamet közben rámpáról. Így van, és Nye pedig röviden fog találkozni. Farisszal. Faris kiszedi Twist. És mennek is be röviden, úgy látom, bombát viszik befele, miközben Metal még mindig rátart rámpára és le is szedi ezáltal Mage-et. És Bén már várja az embereinket Shed. Shed meg kiszedi Twistet, és már csak Foda és Shed maradtak 1v1-ben Bén, miközben már zárnak át a belgák. Egy jön majd konyhába, egy pedig rövidről. Hát Fodának 27 HP-val nem hiszem, hogy túl sok esély van, és nincs is. Le is lőtték őt oldalba. De a plant az mindig jól jön. Igen, igen, hát ez mindig jól jön, de... Valóban hatalmasat húzott Flash, meg is dicsérte, mert tényleg hatalmas nagy egy hitet odapirított neki. Hát ez így már 9-1. Ez most... Hát ez így nem jó, nem túl szép. Ha, igazából nem is nyertünk volna, azért mégiscsak egy izgalmasabb mérkőzést vártam. Igen, én is. Tehát, hogy nem tudom, ezt az oldalt 9-6-ra behúzhatták volna. Miközben mondjuk még van rá esély. Jön ismét az Echo egyébként, ha jól látom. Vagy nem is Echo, bocsánat, le vagyunk vásárolva. Igen, igen, és A lesz a kör mindenképpen. Megint ugyanúgy ketten próbálkoznak alházból, és hárma rámpáról, de Metal már meg is fogja. És még csinál egy felest utolsó leheletéből. De viszont bementünk, nem? Hát majdnem, Scream megállított, de fenn, igen. Igen, fent sikerült, ment meg Scream próbálkozik megállítani, és meg is teszi. Flash. Flash és Twist maradtak. Mennek a gránátok, mennek a flashek. Próbálnak telepíteni bombát, de nem hagyják őket sajnos. Gránátok megint, Twist kiesik sajnos. Ajaj, ez nem túl jó. Tunkolják füstöt, ha belgák, meg oldalba is mennek. Ó. Még szép Flash sajnos. Egy Flash így utoljára, de... De ez nem elég sajnos. Na sajnálatos. Nagyon elhúzott ez a belga csapat, nem is tudom, hogy ez még elég lesz, de bízunk benne. Hát, hogyha 14-1-jel fordulunk, az nem lesz elég. Hát az semmiképp, persze. Ez nem. Hát Scream 18-5-ben ugye ötveti Metal, aki nagyon jól metálosan védi, tehát 15-6-ban van. Úgy érzem, hogy Metal inkább így a lepattanót kapja, amit így Scream nem lő el, azt ellövi Metal. Nem, hiszem szerintem igazából nagyon jó meg... Foda! Foda! Ez szép volt nagyon. Sárnak sikerül lőni, középen nem. Nem sikerült szerencsére.
Nem túl sok De... dinamikus kört láttunk egyébként, nekem ez a Hát nem, nem. meglátásom. De megint megy a zónázás, ha jól látom, de már jött az info, hogy akkor lesz a belőle. Miután meg volt a zónázás, kicsit megmutatták magukat a srácok, és fordítanak is már át ára. Ugye az lesz a feladás. Hárman próbálnak rámpáról, és ketten alházból. És közben a belgák nagyon rátartanak középre, ha megnézed. Tehát nagyjából valami bejöhet. És ismét ez az A kör, ez jó hír számunkra. Amellett hát, a stream jelenleg nincsen ott, így van, be is megyünk, Metal kiesett. Ott van RK-ra alatt kilőtték túlnyújt, így van. És ez nagyon körgyanús a számunkra, ebből még lehet is valami. És ha minden igaz lesz is. Igen, igen, Zen közben folyamatosan nyomás alatt tartja mozit, hogy ne tudjon kijönni onnan Shed. De Shed úgy látszik, hogy már átkötőre rá is megy. És sikeresen ugrik ki, valóban. Screen Na, még életben ez van. Na, Screen az vs. vajon? Screen nagyon ütlő volt. De Nye befejezi a kört, így már 10-2. Na, ez az. Hát ez a Scream egy vadállat még mindig. Hihetetlen. Akárhányszor nézem őt. Hihetetlen. Hihetetlen. Mindig elképeszt ez a srác. Tényleg durvákat lő. Az alval egyébként magukénak mondhatják egyébként, szóval azzal kéne tovább foglalkozni, én úgy látom. Igen, de megint a zónázás megy inkább, úgy látom. Próbálnak beterelni, és majd talán arra bemenni ismét. Mm. De Zen nagyon kitolt a közepet, ha megnézed most. Így van, Poda pedig az előbb jól belőtt poziában csücsül. A bomba pedig nincs még bén, nagyon lassú kör, zónakör. És közben házból próbálkozik, nem, Twist. Nei próbálkozik házból, a házból, de nem néz ki szerintem. Metal ellövi átkötőben Zent, és vajon kilövi rampán Neit, nem biztos. Flash is még ott van középen, és Scream pedig nagyon érzi, hogy valaki középen van még. Ez így nem jó. De megint all lesz a kör, nézd csak, már gyülekeznek a srácok és indulnak befele. Flash megy hátba, Fodáig pedig mennek rámpáról. Így van, és még jó is lehet, hogy sikerül előni, így van, benne is vagyunk. Nagyon szép! Már Scream viszont ott van átkötőző mozinál, hát ő be is fejezi a kört. Megint két gyönyörű fejessel. Tiszta fejekkel. Hát igen, 21-6. És 5 darab kis csillagocska. Igen, tehát ő jelenleg a legnagyobb. Na. Húzó ember. Igen, legyen ő. Na. Azt mondja, hogy... És megy a B-kör. B-be, most B-re mennek, ez már látszik, hogy soknak érezték az alköröket. És talán ott esetleg Mage valamit ott lő, nem biztos. De Scream az viszont kitolta, megy patkára, kilövi Flash-t. Hihetetlen biztos keze van ennek a srácnak. Igen, Már biztustalan. Hát így nem szabad. És vajon kilövik ott még miatt fölér? Hát nem nagyon. Nem sajnos. Kettőt még lő. Foda kilövi Screamet. És egyedül marad Foda egy V4-be. Aki... Hát... Metalba fejez. Akit Metal végzett ki sajnos. Úgyhogy 12-2. Én valahogy nem értettem ezt, hogy SK-ban miért pont a Desert. Tehát nem is egy biztos fegyver számomra. Hát igazából ezen nagyon nem múlott, mert meg tudták venni. És nem rossz a Desert tulajdonképpen. Tehát én ez nem mondanám annak, hogy miért Desert. Én szerintem nagyon jó Echo fegyver. Echo-ra szent. És most úgy tűnik, hogy közel jönnek. Igen, a belgák agresszív És mégsem sikerül kiszedni a Metal, Twin úgy viszont nem. Aki vissza is jön és beugrálnak házból, hát... Hát Scream. Nem volt túl sok lehetőségünk most ezúttal, és egyedül marad Foda, akit hát... Ennyi. Scream, megoldja. 27-ben lövi magát. 13-2-vel fordul. Igen. Hát ez nagyon iskola. Hát ez... Azt a mindenit. Hát én szerettem volna, hogyha egy kicsit erősebbek vagyunk ennél. Igen, lassan meg kell gondolnom a kijelentésemet, amit még a meccs elején mondtam, de nagyon szeretném, hogyha rácáfolnak.
Igen, főleg, hogy nemrég kaptam az infót, hogy szlovákok törökök ellen döntetlent játszottak. Igen, én is úgy láttam. Úgyhogy és ez a nem lesz. szlovákokat én picit erősebbnek tartom azért a magyaroknál, hogy őszinte legyek. Hát, most ez... nem is tudom, mit mondjak. Hát kicsit... Ne írjuk le ezt a mérkőzést, még bízok benne, hogy esetleg nagyon szorosra még felhozhatjuk. Ha nem is muszáj megnyernünk, csak mutassuk meg azt, hogy magyar csapat, vagy magyar felállásban potenciál van. Én ezt szeretném. Szeretném ezt látni. Rematch. Igen, mindenképpen az jól jönnék ki belőle. Az a gondolom, ez a 13-2. Ebből nem hiszem, hogy túl jól ki tudnak jönni a srácok, ha csak nem kapnak valahogy hirtelen erőre. Hát meglátjuk, hogy hát védekezésben lehet-e valamit Screamnek a hihetetlen aimjával kezdeni, amit az első kör első másodpercétől, első tizedik másodpercétől megmutatott. Hát nem tudom, hihetetlen, hogy ilyen biztos keze, hogy lehet egy játékosnak. Nem spórolva a golyó, nem spórolva a golyókkal. Ő azt nyilatkozta, hogy rengeteg az Only HSDM és az AIMDM. Tehát csak ezeket nyomatja. Persze. És egész nap botozik. Most... Já, még heti lesz vagy... Ez most. Nem live, ez nem live. Igen. Na de viszont... Na most hát lesz kezdődik. Live. Na. Nézzük, hogy tudjuk megfogni. Bízunk benne. Én bízok. Hát én félek Scream kezétől, mert ha láttad, hogy mit művel CT oldalon... Én láttam sajnos, és láttam és szerintem... itt voltam. És közben még úgy látszik, hogy házba fognak jönni. Megpróbálok rajzolni. Rajzolok! Házban egy 4-1-est. Igen, ez olyan sajátos. És mi is fogja őket fogadni. USP-vel, füstben ki is nyílt. Igen. Hát lazán bementek, tehát ez mi már bizonyos. Miközben át. Zen egyet sikerült ellőnie 4v4, égnek mint a Reichstag rakón. Szépen megvárják, hogy... a visszavételre játszanak. Így van, és úgy látszik, hogy szól is csinálják, mert eddig... Hát mégse 3-2v4. Hát ez a Faris. Faris nagyon... Faris 3-as reggel, 3 gyönyörű fejes. Hát ez nagyon szép volt, amit lőtt a srác. Ez nem semmi, azért. De ez így már 14-3, ez vagy már, 2. Ez már így igen, 14-2. Úgyhogy, ajaj. Egészen megváltozott a leányzó fekvése. Bíztam legalább az első körben még mutathatunk valamit. Úgyhogy szomorú vagyok, sajnos. És megy a fullos arrás a belgák így részéről. Van, mieink már is zárnak át. Na, ők... Hát nagyon lassan, nagyon lazán bemennek. X-re játszunk, úgy tűnik. És foda maradt egyedül. Na de a következő hát, körben meg tudjuk-e fogni, ez a kérdés. Hát, nagyon kétféle opció lehet. Hát fogjuk, vagy nem fogjuk. Ez a két opció létezik. Tényleg? Egy biztos, nem tudom. Tehát a szomorú igazság, hogy már nem nyerhetjük meg ezt a mérkőzést. Hát nem, de egy X sem lenne olyan rossz. Most és megy a B, látszik, úgy látom a belgák közül. Elég jól betereltek egyébként, ahogy látom, mert hárman föl is álltak, miközben B-n megy a nagyon lassú kör, és talán lesen levágtuk a kör, levágták a kör. De miért Zent mutatja az autódirektor, amikor ott van a B-be a buli? Nem tudom, nekem is Zent mutogatja. Hihetetlen, tehát nem értem most miért. Miért? Jó, tesszük le az 2v3, mindenről lemaradtunk egyébként, ez hihetetlen. Igen, hát és ezzel vége is. Agyam elszáll, ez komolyan GG. Mondom. Hát ez sajnos, ez tényleg ennyi, tehát ez szomorúan kell összegeznünk, hogy ez a mérkőzés, ez nagyon gyönge volt. Ez sajnos ennyi volt ez a mérkőzés így. Hát, nem tudom, megpróbálják-e esetleg egy interjút összehozni valakivel, hát ha van már valakinek valami mondani valója, rájuk keresek, mondjuk esetleg Flash-t, múltkor elég jól bevált. Jó van, kérdezzük, de mi történt. Ne menj el sehova. Nem megyek, itt maradok, persze. Addig gondolkozz te is valami frappáns kérdésem, ha esetleg fölmerült benned. Egyelőre nem ír vissza, megkérdezz.
szerintem nem nagyon hiszem, hogy lesz utána kedve, hát meglátjuk. Na, hát... Ez sajnálatos. Pedig ez a Mirage, ez pont még jól is hangzott egyébként, szóval... Igen, igen, magyaroknak általában feküdni szokott a Mirage. Nem is tudom. Amúgy az új map rosterről tudsz valamit? Mert HTV.org-ra kirakták ugye, hogy felvették a hivatalos Valve általi mappokat, az SE mappokat eltörölték ugye, és a hivatalos, vagyis a Valve Official Mirage-t rakták be a map poolba. Igen, ugye, igen, ez furcsa, hogy nagyon nem szeretném látni. Én nagyon nem szeretném látni azt a Mirage-t, én egyenesen én gyűlölöm. Is. De viszont ez érkezik, szörnyű, főleg, hoppá, érkezik, igen? Fős, bocsánat, hogy így belevágtam, csak ő neki semmi nem sikerült elérni, úgyhogy húzom be, azaz most, hol is vagyunk mi meg, nem találom magunkat, itt vagyunk. Szervusz, Flash! Cső! Hát Flash, mit mondjak? Kicsit meglepődtünk, őszintén szólva, ez a Mirage-t, ezt ugye teljes mértékben azt gondoltam, hogy ez számotokra nem jelentett akadályt, hogy láttuk a románok ellen, hogy milyen összeszokottan játszottak. Mesélj egy kicsit, hogy értétek ezt meg belül. Hát igazából csak a skill különbség volt a gond, semmi más. Szóval streamre nem lehetett golyót kilőni, rosszabbak voltunk sajnos, aztán skill is jött. Igen, úgy látszik, hogy Scream az egy vadállat volt konkrétan, csak a fejes, tehát más nem is láttál tőle, és ő volt a franciák húzó embere is. Nem tudom, a többieket hogy éreztétek, hogyha Scream nem lett volna? Hát nem tudom megmondani, de igazából nem csak ő volt durva, hanem még volt egy-kettő, aki rá elég nehéz volt visszalőni, de hát sajnos ez így alakult, de még semmi nem veszett el. Rendben, a következő mérkőzés az ugye a szlovákok ellen lesz, ha jól tudom. Igen, azt hiszem. Ez milyen mapon is lesz? Most hát tudom. Ezt még a meccs előtt fogjuk vétózni. Vétó van, ugye? De még ne szaladjunk ennyire majd most vissza ehhez a meccshez. Térjünk vissza ehhez a meccshez, amin még gondolkodtam azt, hogy... Tehát, hogyha a körök, az tulajdonképpen azok sikerültek? Tehát azt, amit ti elképzeltetek fejben, azt úgymond véghez tudtátok vinni, csak valahol elment a közepet, tehát esetleg skillből lőtték el, vagy hogy gondolod? Hát volt egy kis káosz, de igazából nem a körökkel volt szerintem a gond, szimplán annyi, hogy skillbe ment el az egész, szóval értem. A face-to-face fightokból ment el, szerintem. Hát. Szóval ekkora skill különbség a magyarok magyaroknak, na jó, bocsánat. Persze, mondjátok. Hogy skill különbségben ennyire le vagyunk maradva, én így ezt így nehezen tudom felfogni. Tehát én jobbra számítottam azért. Nem számítottam egy nyerésre. Mivel szükség egyébként szerinted egy komolyabb csapat összeszokásra? Esetleg az megmenthette volna? Vagy, hogy hát szerintem csak szimplán jobb formában kellett volna lennünk. Aztán most ilyen nap jött ki nekünk. Sajnos. Szerintem csak ennyi. Hát igen, sajnálatos, mert mindenki egy még Scream-től függetlenül is lehetett volna szorosabb a meccs. Főleg, hogy volt egy körünk, amikor benn voltunk B-n, és hiszem valami 4v2 vagy 4v3 volt, és simán lehozhattuk volna, csak egyesével visszalőttek, mert benn maradt B-n egy emberük. Hát igen. Szóval sajnálom, így alakult. Nem nagyon tudom, hogy most visszateszem, amit kérdezek, egy kicsit ugye le vagy gondolom, ti is lehangoltak lettetek így a végére, én is egy kicsit így letörtem, mert tényleg azt gondoltam, hogy ha nem is nyerik meg, azért mégiscsak egy belga válogatott skin, stb. Azért legalább egy izgalmas mérkőzés, de izgalmasabb mérkőzés számoltunk. Hogyha van-e valami így, ilyen záró mondani való esetleg? Hogy... Mi is azt hittük, hogy egy kicsit szorosabb lesz, vagy hát igazából nyerni akartunk mindenképp. De hát most nagyon nem jött össze, aztán majd a következőkben biztos jobban fog menni mindenkinek, meg a csapatnak. Igen, úgyhogy én annyit hozzátennék még a kedves stream nézőknek, akik köszönjük, hogy velünk tartottatok mind a 410-en. Annyit szeretnék hozzátűzni összesen, hogy abszolút nem szabad elveszteni a reményt, tehát azért még megkezdetileg azt hiszem 5 meccs van még hátra, szóval egyáltalán nem kell most ezen még rágódnunk, hogy vajon mi fog történni a következőben. Nem kell egyáltalán elásni ezt a csapatot, mert szerintem minél jobban elmélyülünk a hetekben meg a napokban, annál jobb lehet ez. Úgyhogy én szerintem nem érdemes elveszteni a bizalmat meg a
Hát nem, nem is veszítjük el, mert hogyha a papírformát nézzük... Ha ti meg nem veszítek el, az a legjobb. Hogyha meg a papírformát nézzük, akkor... Elvileg Dániától, meg a belgáktól nem olyan vészes, hogyha esetleg még a dánoktól is kikapunk. Akkor az még mindig van két helyünk tovább jutni. És a szlovákokat hogy érzitek? Ott van például hát Guardian. Szerintem ott csak Guardian lenne a gond, de ne van olyan jó lépés, hogy ki tudja szedni Guardian szerintem. Az ICL-es teljesítményekből kiindulva, ami igazából semmi, mert az még 1-6-ban volt, de szerintem nem lenne akkor nem lenne akkora előnyük Guardiannal, mint mondjuk most Scream-mel a belgáknak. Egyébként most kaptam az infót, hogy lehet, hogy holnap játszunk szlovákok ellen. Ó, az nagyon jó egyébként, mert akkor majd én nekem át kell adnom most a Pétert, úgyhogy majd valószínűleg valaki más fogtok majd látni. Amit még gyorsan kérdezek, hogy ha már tényleg csinálunk egy ilyen trécselős további 5 percet, hogy milyen volt az irányítás? Beszéljünk egy kicsit így emberekről, Zen. Hogy milyen, mint irányító? Összességében vagy mostani meccs? Így összességében milyen, hogy irányít, hogy érzed? Hát én bízok benne, mint irányító, meg szerintem jó köröket is szokott behívni. Szerintem most sem volt gond azzal, hogy irányított. Szóval irányítónak szerintem teljesen jó. Nincs rá gond. És a meccsen? Hát a meccsen se azon ment el. Szóval mondom, hogy ha skill-beli különbségek nincsenek, vagy nem ekkorák, akkor hát, utána más lett volna a végkimenetel a meccsnek. Mage és Foda? Hát, nem tudok mit mondani. Jó, persze. Velük se volt szerintem gond. Hát, igazából nem voltunk formában, én is csomószor elővettem volna XY-t, de sajnos így alakult. Hát. Tényleg, és a gyakorlások hogy alakulnak? Tehát legalább még ennyit is tudjunk meg szerintem, hogyha már a magyar csapatról beszélünk, gondolom mindenki kíváncsi rá, mennyit gyakoroltok, hogy készültök fölre egy-egy ilyen adott meccsre. Igazából próbálunk minél kevesebb ilyen durva taktikai elemet belerakni a játékba, mert inkább pont a skillre rakjuk rá a hangsúlyt, ami most ugye nem jött ki, és szerintem ezért is lett ilyen fölényes a győzelmük. Mert ugye a sok alapkör, meg az ilyen szedegetős köröknek az a lényege, hogy skillbe jobbak legyünk, de most ez nem volt, szerintem. Igen, szerintem ezért nem volt jó dolog. A zónát talán, de kicsit lett jobban. Az a baj, hogy próbáltunk egy-egy át, egy-egy vét, és az se tűnt olyan könnyűnek, szóval. Igen, azért ez egy komoly visszahúzó erő volt azért ez a csapat úgy, ahogy volt, szóval. Nem baj, hát... Sajnálom, de én is így gondolom, hogy azért még ezt egyáltalán ne írjuk le. Szóval... Péter, van még valami kérdésed? Nem. Igazából az első 4 jut tovább, én még bízok a srácokban. Én azt szerintem tehát... a 100% biztos vagyok benne, hogy az a 4 az meg lehet, szóval... Persze, még ágrajzon simán szerepelni fognak a srácok. Úgyhogy ez szerintem nem lesz egy nagy... Ugye nagy vasszizdesz lesz. Úgy... Természetesen komolyan kell venni majd mindenkit. Na hát én igen, akkor igen. Megköszönöm a figyelmet egyébként. Flash, valamit esetleg utolsó szó jogán így valamit mondani szeretnél? Semmit, most köszi. Rendben, jó, akkor köszönöm szépen Péter, hogy itt voltál. Nagyon nagy segítség voltál, nem unatkoztam hál' Istennek annyira, mint a múltkor. És akkor valószínűleg lehet, hogy vagy holnap, vagy valamikor később fogunk találkozni a szlovákok elleni mérkőzésen. A ma majd informálva. Rendben, a ma pedig majd akkor fog kiderülni. És akkor megköszönöm nektek a figyelmet, és akkor további szép estét mindenkinek, és fregekben gazdag napokat, vagy ezt ilyen jött ki. Rendben, szóval szervusztok!